Iskolanapot ünnepelt a Szabadkai Paulinum, és február 2-án volt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe. Támogatást kapott a Magyar Kanizsai Batyáneum Idősek Egyházi Otthona. Erről is beszámolunk mai műsorunkban. Iskolanapot és búcsút tartottak a Szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégiumban január 25-én Szent Pál apostol megtérésének napján. Az ünnepi szentmise mellett a diákok rövid kultúrműsorral készültek a résztvevőknek. Szent Pál apostol a keresztény egyház egyik legnagyobb tanítója és írója volt. Ő a Szabadkai Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium védőszentje és névadója. Így az intézmény ezen a napon ünnepli iskolanapját és búcsúját. Az ünnepséget hosszas próbafolyamat és felkészülés előzte meg. Gyakoroltuk az énekeket, ugye vannak föllépések is, úgy zenei, mint versek. Akkor én is olvasok az olvasmányokat, mindent. És az egész iskolát ugye rendbe kellett tenni, meg minden. De nagyon nagy készületek voltak, mert az iskolanap az mégis különleges esemény nekünk. A diákok klasszikus gimnáziumi oktatásban részesülnek itt, elsősorban a filozófiai és teológiai tanulmányokra fektetik a hangsúlyt. A tanítás párhuzamosan folyik magyar és horvát nyelven. Az iskola megalapításakor elsősorban a papi hivatásra készítette fel az itt tanulókat, mára azonban már a Paulinum Püspökségi Klasszikus Gimnázium és Kollégium állami akkreditációval rendelkezik, azaz az itt megszerzett diplomát nem csak az egyházi körökben fogadják el, hanem az általános gimnáziumi diplomához hasonlóan teljes érvényű és bármely felsőoktatási intézményben elfogadott. Az iskola növendékei közül azonban továbbra is sokan választják a papi hivatást. Ebben a középiskolában nagyon jó alapot tudnak szolgáltatni különböző filozófiai, teológiai tanulmányokra, és később a tanulmányaim folytatásával szeretném a papi hivatást választani, és ezért volt egy tökéletes választás számomra. A gimnáziumi órák kis létszámban zajlanak, így a diákokkal többet tudnak foglalkozni a tanárok, mélyebb tudást tudnak átadni, mondta Miocs József. Az iskola igazgató rektora továbbá kiemelte, a keresztény szellemiségben történő neveltetés az egyik legfontosabb elve továbbra is a gimnáziumnak. Tehát ezek egyházi alapításúak és állami jóváhagyással működnek, és az egyházi iskolák után azért nagy érdeklődés van Magyarországon is, Horvátországban, Ausztriában is, mert tudják azt, hogy azért szívből, lélekből tanítanak a tanárok, és hogy szeretnének minél több tudást átadni. És hát ez abban különbözik, ugye, hogy ezekben az iskolákban azért felfigyelnek arra, hogy arra a nagy múltra, és a diákokat is a keresztény értékekre irányítják, és az erkölcsre azt, amit az egyház adott, és amely az egyházból származik, és amely az egyház világszerte, amelyet tart, és hát szeretne, hogy az meglegyen, hogy hát az emberiség, a társadalom minél épp egészségesebb, műveltebb legyen. Az iskola napon ünnepi szentmisét mutattak be, amelyben a gimnázium diákjai is részt vettek. A szentmisét továbbá az iskola egykori diákja és professzora dr. Rókai Zoltán mutatta be. A már nyugalmazott professzor beszédében arra bíztatta a jelenlévőket, hogy éljék imádságban életüket, figyeljenek saját és mások lelkiismeretére, és Szent Pál apostolhoz hasonlóan legyenek megértőek, toleránsak másokkal. Szent Pál apostol is az volt a korintusi kikötőváros pogányaival, akiket kereszténységre tanított. Rendkívül magas igényekkel, erkölcsi és vallási igényekkel, de ugyanakkor rendkívül megértő tudott lenni, és tudta, hogy ezek az emberek nem tehetnek arról, hogy ilyen körülmények közt éltek és nőttek föl, hanem toleránsnak kell lenni. Tehát ez Szent Pál apostol tanítására a jellemző, egyrészt egy következetesség, aminek a lényege
következetesség önmagammal szembe, mert másokkal szembe könnyen tudunk következetesek lenni, de következetes önmagammal, áldozatkészség, ugye mások érdekében, de ugyanakkor ugye egy megalkuvást nem ismerő hozzáállását. Szent Pál apostolt gyakran, mint a pogányok apostolát is emlegették, hiszen hozzámérhető nagy szerepet senki sem játszott a kereszténység elterjesztésében a Krisztus utáni első században. Pál Saul néven született, fiatalemberként a keresztények üldözője volt, ám egy alkalommal a damaszkuszi úton látomása volt, amelynek során keresztényé vált, nevét pedig Paulusra, azaz Pálra változtatta. Január 25-e ennek a fordulatnak állít emléket. Pál apostolnak a térítő szerepe mellett a keresztény teológia kifejlődésében is fontos szerepe volt. Február 2-án volt Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, amelyről a szabadkai munkás Jézus plébánián is megemlékeztek. A Szent Mise a gyertyák megszentelésével kezdődött, majd gyertyás körmenet következett. A gyertya Jézust jelképezi, akiről a Szentírás azt mondja, hogy ő a világ világossága. Ahogy a gyertya is be tud világítani akár egy nagyobb helységet is, Jézus az egész világot megvilágította az ő fényével, az ige hirdetésével, csodáival és az örök igazságok mellett való kiállásával, mondta Zapletán Géza, a templom plébánosa. A nép általában úgy tartja, hogy ez Mária ünnep, és azért is mondjuk Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepének. Tulajdonképpen azonban itt Jézus van az előtérben, hiszen az ő templomban való bemutatására emlékezik az egyház. Ugyanakkor ősi hagyomány az egyházban, hogy ilyenkor gyertyát szentelünk, és mindazok, akik eljönnek a templomba, égő gyertyát vehetnek a kezükbe, és így vesznek részt a körmenetben is, amelyet ilyenkor az ünnepi szentmise kezdetén tartunk. És mit jelképez a gyertya Jézust? A gyertya elsősorban Jézust jelképezi, akiről a Szentírás azt mondja, hogy ő a világ világossága. Mint ahogy a gyertya is be tud világítani akár egy nagyobb helységet is, Jézus az egész világot megvilágította az ő fényével, az ő ige hirdetésével, csodáival, az örök igazságok mellett való kiállásával. És mi változik ilyenkor a liturgiában, a gyertyaszentelésen kívül? Különösebb változás nincs, annyi a különbség a többi szentmiséhez képest, hogy ilyenkor a gyertyaszenteléssel kezdjük a szentmisét. A gyertyaszentelés után van körmenet, és utána dicsőséggel folytatódik a szentmise, tehát elmarad a bűnbánati szertartás a szentmise elejéről. Deák Magdaléna gyermekkora óta részt vesz a gyertyaszentelési misén, korábban a Szent Terész Székesegyházban, mostanában pedig a kertvárosi plébánián. Gyertyaszentelő, ez egy kis ünnepnek számítódik, vagy nem, ugye attól függ, és én katolikus családban nőttem fel, úgyhogy én mindig az úgynevezett nagy templomba jártam, a bazilikának mondják most, a szüleimmel együtt. Hát most itt vagyok, de nem csak ezokból, azért, mert az unokaöcsém sajnos 8 évvel ezelőtt ezen a napon halt meg, és azért lesz most külön ez a szentmise. Úgyhogy de sokkal jobban emlékezetemben van, és talán ezt kellene hangsúlyozni, a balázsolás, a holnapnapi balázsolásnak az emléke, és az nagyon fontos volt nekünk, mert hogy a torokbetegségek ugye az mindig voltak aktuális, és ma is.
A pápák közül II. János Pál pápa ünnepelte meg először gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét 1997-ben. Ilyenkor a szentmisét követően a hívek hazaviszik házaikba a megszentelt gyertyát. Én mondjuk el szoktam tenni, és akkor mondjuk minden szentekkor, mikor halottak, imádkozok, meggyújtom, vagy valamikor, ha nagyon nagy zivatarból gyertyát gyújtottak, halottakra emlékezve szentelt gyertyát. Itt vannak a gyertyák, ezt fogom majd. Itt vannak majd ezeket, és akkor az... Tehát valamikor a falu helyén kiakasztották a falra azt a gyertyát, de hát én már nem. A gyertyát azt őrizzük, és betegség esetén a betegnek adják esetleg a kezébe, és egész évben őrizzük. A hagyományos paraszti kultúrában a szentelt gyertya a bölcsőtől a koporsóig elkísérte az embert. Keresztelésig az újszülött mellett világított, a fiatal anya gyertyát vitt kezében, amikor először ment templomba, gyertyát égettek a súlyos beteg mellett, és szentelt gyertyát adtak a haldokló kezébe is. Szép környezet, kedves emberek és családias légkör. Így jellemzi Szabó Judit a Magyar Kanizsai Idősek otthonát. Betegségéből kifolyólag ápolásra szorul, többek között ezért is választotta ezt az intézményt. Több mint egy éve, hogy itt tölti mindennapjait. Megözvegyültem tavaly, és a gyermekeim pedig külföldön vannak, és akkor, hogy őket se zavarjam, meg ne kelljen nekik azon aggódni, hogy édesanyjukkal mi van, azért szántam rá magam, hogy eljövök ide. A Batyáneum 2015-ben alakult. Szem előtt tartották, hogy a lakók biztonságosan tudjanak közlekedni egészségügyi állapotuktól függően. Most 28-an laknak itt. Mivel egyre nagyobb volt rá az igény, néhány éve felépült az intézmény második, egyelőre még kihasználatlan épülete is. Itt azért, mivel nagyobbnak látszik valójában, de több lesz a kísérő elem benne, a nagyobb szórakozási terem, azután több termünk lesz majd az elfekvő súlyos betegek számára. Az intézmény a magyar kormánynak köszönhetően 5 millió forintos visszanemtérítendő támogatásra tett szert. A pénzeszközökből a második épület egy részének bútorzatát tudták megvásárolni. 29 belső szoba szekrényt vettünk, 29 éjjeli szekrényt, 30 ágyat matraccal, 17 darab asztalt, 50 darab széket a szobákba és az ebédlőbe, valamint a szórakozó terembe, valamint egy nagyobb tolóajtós szekrényt tudtunk ebből a pénzből megvásárolni. Az idősek otthonának második épületén az utolsó simítások remélhetőleg a jövő évre befejeződnek, és további 30 személynek ad majd otthont az intézmény.